Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Ebben a mai videóban egy fantasztikus vendégváró tálat fogunk elkészíteni 3 különböző krémmel. A munkában a KitchenAid Go vezeték nélküli aprítógépe lesz a segítségemre, ami mivel hordozható és akkumulátorral működik, bármilyen helyszínen maximális teljesítmény nyújt. Az aprítógéphez tartozik egy akkumulátor, ami az összes KitchenAid Go termékkel kompatibilis, ehhez tartozik egy USB kábel, ami a töltést biztosítja, és nagyon egyszerűen egyetlen mozdulattal csak hozzá kell pattintani az akkumulátort, és már indulhat is a munka. Előkészítettem a hozzávalókat, amiket ki fogok vinni a géppel együtt a kertbe, és ott készítem el ezt a 3 krémet. Elsőképp egy egyszerű csicseriborsó humuszt fogunk elkészíteni, amilyen szükségünk lesz 300 g konzerv csicseriborsóra. Adunk hozzá 3 evőkanál tahinit, vagyis szezámmagpasztát, ez fogja a krémességet biztosítani. Jöhet hozzá még 2 gereszt fokhagyma, egy citrom levét is belefacsarjuk, ezután adunk hozzá sót borsot és a kihagyhatatlan római köményt, amitől nagyon finom, különleges íze lesz. Annyi a lényeg, hogy egy stabil felületet találjunk a gépnek, és már lehet is működtetni. 2 fokozaton működik. Én most egy kicsit hosszabb ideig tartottam lenyomva, hiszen szerettem volna egy maximálisan sima humuszt elkészíteni. Ezután adtam hozzá még egy kevés olívaolajat, és azzal pürésítettem teljesen egy neműre. Nagyjából 25 percen keresztül tudunk folyamatosan dolgozni vele, így egész sok mindent meg lehet csinálni. Elkészült a humusz, én gyorsan elmostam az edényt, és jöhetett is a következő krémünk, ami egy nagyon finom házi tojáskrém. Tettem is a gépbe 5 darab keményre főzött tojás, került bele még egy kis fej lila hagyma félbevágva, ezután egy evőkanálnyi tejföl, 2 evőkanálnyi majonéz, só, bors ízlés szerint, valamint egy kis petrezselyemzöldet is adtunk hozzá. Konkrétan néhány mozdulattal egy nagyon finom, jó állagú krémet kapunk, de nyugodtan lehet egy kicsit durvábbra is hagyni, hogyha az az állag szimpatikusabb nektek. Ha inkább darabosra szeretnétek hagyni ezt a krémet, akkor javaslom, hogy először magas fokozaton aprítsátok le a lilahagymát, utána a tojásokkal és a többi hozzávalóval pedig épp csak át kell pörgetni párszor, és már kész is a finom tojáskrém. A következő nagy kedvenc a családunkban az a tonhalkrém. 2 tonhal konzervet tettem a gépbe, jöhetett hozzá egy fél fej lilahagyma, ezután egy evőkanálnyi majonéz, egy teáskanálnyi mustár, jó sok citromlé, egy kis sóbors és jó sok petrezselyem, az nagyon jó ízt ad mindennek. És itt is épp csak egy kicsit kell összedolgoznunk, és már kész is van a finom tonhalkrém. Az aprítógép kinti terepen is nagyon jó szolgálatot tett, úgyhogy nyugodtan lehet vinni kirándulásra is akár, bármilyen kinti összejövetelre, így senki nem marad ki a kellemes baráti beszélgetésekből. Elkészültek a krémek, most pedig készülhet a finom szemetgyönyörködtető sajttál, addig a krémek a hűtőben várakoznak. Először egy kamember sajtot vágtam fel vékony cikkekre, és ezt helyeztem a kínáló felületre. A következő egy ilyen vékony szalámiból álló kis rózsa. Erről láttam nagyon sok videót, és nagyon-nagyon ötletesnek találom. Én most egy ilyen kisebb edénybe helyeztem ezt így, miután feltekertem az egymás mellé helyezett kis szalámikat. Jöhet egy kis pesztós, valamint diós sajt, ezeket egyszerűen vékony csíkokra vágva helyezem fel a felületre. Most jöhet egy nagyobb darab brie sajt, ami szintén nagy kedvence a családnak. Egyszerűen vékonyka szeletekre szeletelem, utána pedig ezeket a darabokat egymás mellé helyezve megpróbálom visszaadni a sajt eredeti kinézetét, és így teszem a felületre. Kecske sajtból csak egy keveset, mert nagyon-nagyon aromás, és nem mindenki szereti. Ez fogy el talán a legkevésbé, de aki szereti, az tényleg oda van érte. Most jön a következő, az pedig egy kis cheddar, jöhetnek ebből nagyobb kockák, mert ez tényleg hamar elfogy. Az ilyen üresen maradt helyeket feltöltöm egy kis fekete erdei sonkával, amiket egyszerűen csak így összefodrozok, valamint találtam még combsonkát, és azt is felszeleteltem, és a brie sajt mellé helyeztem. Feltöltöm még néhány aprósággal az üresen maradt helyeket, jöhet egy kis szőlő, olivabogyó, áfonya, néhány darab füge, ez kihagyhatatlan, valamint még mozzarellát is találtam itthon, mivel annak ugye van egy kis leve, egy salátalevélre helyeztem a mozzarella golyókat, így egyáltalán nem volt zavaró. Természetesen olajos magvak se hiányozhatnak a sajttálunkról, én most egy kis sima diót tettem, de törökmogyoró, mandula, pisztácia is jöhet.
Tálalás előtt áthelyezem a krémeket különböző szimpatikusabb kis edényekbe. Ebben a kerámia edényben szerintem nagyon jól néz ki a humusz, amire öntök még egy kevés olívaolajat, jöhet rá egy pici paprika, valamint még egy csipetnyi római kömény. A tojáskrémre tettem még egy evőkanálnyi majonézt, megszórtam bőven egy kis aprított petrezselyemmel, a tonhalkrémre pedig egy kis felkarikázott újhagymát szórtam. A finom falatok mellé természetesen dukál valamilyen finom, friss pékáru is. Én most egy egyszerű bagettet szeletelek fel, de nagyon jól passzol hozzá bármilyen kovászos kenyér, vagy gyökérkenyér, ezek mind nagyon-nagyon jó választások. Igazából annyi a lényeg, hogy jó ízű és friss legyen a pékáru. És ezzel el is készült az ünnepi vendégváró tálunk, ami szerintem nagyon kis szemet gyönyörködtető lett. Színes, sokféle, sok finom zöldséggel, ami nagyon jól esik a sajtok, valamint a hús mellé. Valamint ezek a friss, finom vendégváró krémek is nagyon nagy sikert tudnak aratni. Bízom benne, hogy ti is kipróbáljátok majd ezeket a recepteket, és remélem, hogy tetszett nektek a termékbemutató is. Ha így van, el ne felejtsétek lájkolni, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!